Sziasztok, Matilda vagyok, és ma van a kedvenc szereplőm születésnapja, augusztus 18-a van, tehát nem másról beszélek, mint Percy Jacksonról. Szerintem, hogyha valaki nézi a csatornát, akkor azért tisztában van vele, hogy elég nagy Percy Jackson fan vagyok, szeretem nagyon Rick Riordan, és hát most ugye pont szombatra esett augusztus 18-a, pont videózós napomra. Szóval ezért gondoltam, hogy ebben a mai videóban arra fogok beszélni, hogy miért nagyon jók Rick Riordan könyvei, és miért érdemes őket elolvasni. Úgyhogy vágjunk is bele! Az első nagyon jó dolog az összes Rick Riordan könyvben, hogy bevezet a különböző kultúrák mitológiájába. Tehát eddig van görög istenekről könyv, a római istenekről, az északi istenekről és az egyiptomi istenekről könyve, és ez azért nagyon jó, mert én például imádom a görög mitológiát, és amikor elolvastam a Percy Jackson sorozatot, utána így ment az egész mitológia kör, az már más dolog, hogy Rick Riordan saját maga átalakította az istenségeket, tehát a tulajdonságaik azok nem feltétlenül olyanok, meg nem feltétlenül úgy viselkedtek, mert ugye ez egy könyv, de amúgy a mitológia alap az hiteles, mert utána nézett a dolgoknak. A második nagyon jó dolog Rick Riordanban az a karakterei. Annyira jó karaktereket alkot, tehát eleve ott van Percy. Percyt én, hát nem azt mondom, hogy istenítem, de Percyt én imádom. És az összes többi karaktert is, a Percy Jackson és az Olympusiak sorozatból. Az Olympus hőseiből azért a fő karakterekből azért az újabbakat nem feltétlenül szeretem annyira, de az Apollo könyvekben is nagyon jó karakterek vannak. A Magnus Chase and the Gods of Asgardban is imádom őket. És a King Chronicles. Fantasztikus karakterei vannak. Mindegyik karaktere egy igazi egyéniség, és annyira sokszínűek, de tényleg, hogy fantasztikus, amit Rick Riordan csinálja, és csak ezt tudom mondani. Plusz főleg a Magnus Chase-es könyvekben és az Apollós könyvekben már megjelenik a sokszínűség, a diverzitás is, ez egy nagyon pozitív része ezeknek a sorozatoknak, és nagyon sok ember még ezért is szereti nagyon Rick Riordant, mert hogy nem a... Tehát nem tipikus karaktereket alkot, hanem tényleg lehet látni, hogy változatosak a karakterek. Én például még azért szeretem nagyon Rick Riordan könyveit, mert a mitológiát beleépíti ebbe a mi világunkba, az egészet teljesen hihetően fölépítette, szerintem legalábbis, ami nagyon jó, plusz a könyveiben érint mélyebb témákat, de ugyanúgy megtartja a humorát. És ez a kettő így ellensúlyozza egymást, és szerintem nagyon jól eltalálta az egyensúlyt, mert igaz, hogy éppen háborúznak az istenek, és világvége fenyeget, de közben mégse lesz annyira komor az ember, mikor olvassa a könyvet, mert közben ott van ellensúlynak a humor, és személy szerint én úgy gondolom, hogy nagyon jó humora van Rick Riordannak. A Trials of Apollo első részén, a The Hidden Oracle-on szerintem én az egész könyvben végig hangosan nevettem, ami azért rám annyira nem jellemző, mert magamban mosolygok egyet és kész, de az a könyv úgy volt nevetséges, hogy egyszerűen muszáj volt hangosan nevetnem, olyan jó poénok voltak benne. És ami még nagyon jó Rick Riordanban, az Rick Riordan maga. Aki szereti Rick Riordant, az alapból eleve Rick bácsinak hívja, és ő ezzel teljesen tisztában van, és annyira jó poénokat is szokott posztolni, de például Twitteren olyan tweeteket szokott megosztani, illetve írni, főleg mondjuk esetleg egy durvább megközelítésre, tehát hogyha valaki negatívan közelíti, meg úgy vissza tud szólni, hogy így nagyon jó, tehát én imádom Rick Riordant, a stílusát, például most 14-én kijött az illusztrált villámtolvaj, gyönyörű, de nem tudom megvenni, de és volt egy kép az illusztrátorral, tehát Rick Riordan is az illusztrátor ült rajta, Rick Riordan fantasztikus volt ezen a képen, tehát ő lélekben gyerek, és ez látszódik, és nagyon jól kijön a rajongóival is, úgyhogy ő egy nagyon jó ember szerintem. Úgyhogy én nagyon szeretem Rick Riordant, és nem szeretném természetesen senkire se ráerőltetni, de olvassatok Rick Riordantól! Hogyha gondoljátok, kommentben írjátok meg, hogy ti miért szeretitek Rick Riordant. Köszönöm, hogy megnéztétek, ahogy áradozok Rick Riordanról. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!